Az első világháború és a trianoni békediktátum után Magyarország megcsonkítva, legyengítve és ellenségekkel körülvéve állt egyedül a Kárpát-medencében. A háború előtt az Osztrák-Magyar Monarchia önellátó gazdasági egységként működött. Ennek szerves része volt a magyar gazdaság. A monarchia szétzúzásával ezt az 50 milliós piacot is széttörték. A nyersanyagot adó területeket, a bányáiról híres Felvidéket és Erdélyt elcsatolták, más államok gazdaságát szolgálták. Magyarországon egyetlen egy sóbánya sem maradt. Ezzel szemben a feldolgozóipar csonka Magyarországon maradt. A vasúti eszközöket gyártó vállalatok szintén teljes egészében Budapesten és környékén voltak, közben a magyar vasúthálózatnak mindössze harmada esett az új határokon belül. Mintha a testet leválasztanák a fejről. A magyar mezőgazdasági termelés 1920-ban a háború előtti szint 50-60%-át érte el, a gyáripari termelés pedig 35-40% körül mozgott. Nem könnyített a helyzeten a súlyos háborús jóvátétel, illetve hogy az országot körülvette a jól felfegyverzett kisantant. A szomszédok nem csak katonailag, de gazdaságilag is izolálták Magyarországot. Így az országot szinte a nulláról kellett újjáépíteni. Ez a lehetetlennek ígérkező feladat Bethlen Istvánra, az ország miniszterelnökére hárult. Kormánya 1921-ben kezdte meg munkáját. Gyorsan hozzálátott a gazdaság újjászervezéséhez és rendbetételéhez. Ezt nevezzük konszolidációnak. Előbb sikeresen visszatért a nemzetközi élet porondjára. Belépett a Népszövetségbe. Majd az államháztartás stabilizálandó 250 millió korona kölcsönt szerzett a Népszövetségtől. Ebből hitelt nyújtott a mezőgazdaság, a turizmus, az ipar és a közlekedés fejlesztéséhez. Létrehozta a Független Magyar Nemzeti Bankot, majd a koronát felváltva új pénznemet vezetett be, a pengőt. Bethlen konszolidációja eredményes volt. Az ország 1929-re számos területen túlszárnyalta az utolsó háború előtti év teljesítményét. Bethlen a külpolitikában is aktív volt. Barátsági szerződést kötött a korszak egyik nagyhatalmával, Olaszországgal. Ezt aztán további diplomáciai közeledés követte Ausztriával, Lengyelországgal és Törökországgal. A miniszterelnök a lakosság életkörülményeit javítva új szociális intézkedéseket hirdetett meg. Bevezette a kötelező nyugdíj- és betegbiztosítást, és hozzálátott a közegészségügy fejlesztéséhez is. Bethlen és oktatási minisztere Klebersberg Kuno tudták, hogy a gazdaság fejlődéséhez és modernizálásához az ország szellemi erejét is emelni kell. Ehhez pedig az oktatás megreformálására volt szükség. Közel 10 év alatt 3500 tantermet építettek. Szinte teljesen felszámolták az analfabetizmust. Külföldön magyar kulturális intézeteket hoztak létre, és sok magyar egyetemista végezhette tanulmányait külföldön. Bethlen István és kormánya közel 10 év alatt sikeresen talpra állította a megcsonkított Magyarország gazdaságát. Modernizálta iparát, gondoskodott lakosságának jólétéről, elősegítette szellemi fejlődését. Azonban mire az ország kiküzdötte magát a gödörből, 1929-ben megérkezett a nagy gazdasági világválság, ami Magyarországot sem kerülhette el.